Egy apró tűszúrás, és már folyik is a vér a gyűjtőzsákba. A szekszárdi polgármesteri hivatal véradására Nepp Péter érkezett elsőként. Ő már rutinos segítőnek számít, 25. alkalommal nyújtotta a karját. Minden csepp vér életet ment volt ez a kis szolgán, és úgy gondoltam, hogy jó így az embereken segíteni. Ugye meg többször hallani a hírműsorokban, hogy bizonyos időszakokban vér hiány van, és hogy műtétekhez szükségesek, és hogy nehéz beszerezni egy országos szinten, és ha már lehet, akkor eljövök, és így segítek. És valóban a meleg hónapokban több vérre van szükség, mert megnő a balesetek száma. Kilián Máté 17. alkalommal segített most másoknak. Azt mondja, még a főiskolai évei alatt döntött el, hogy rendszeres véradó lesz. Egy beteg srácnak kerestek vért, és megmondom őszintén, én nem mertem vért adni, pedig olyan vért kerestek, ami nekem van, és ez éveken át feszített is. És hát már régen dolgoztam, amikor eljutottam odáig, hogy tulajdonképpen hát leküzdöttem a félelmeimet. A megyei jogú város aljegyzője szintén adott most vért, és neki sem ez volt az első alkalom. Én rendszeres véradó vagyok. Igazából a katonaságon szoktam rá a véradásra, hiszen akkor még adtak két nap szabadságot is a katonaság alatt. Körülbelül már egy 20-25 alkalommal adtam vért. Szerintem fontos, hogy az emberek adjanak vért, hiszen az egészségügyi működés, a műtétek folyamatossága megköveteli. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai közül 13-an adtak vért.